Utassal motorozni mindig nagyobb körültekintést igényel, mint egyedül ülni a motoron. Egyrészt a biztonság, másrészt a komfort miatt érdemes odafigyelni arra, hogy mit és hogyan csinálunk. Az utassal való motorozás alapvető szabályait mutatja be szakértőnk a következő néhány percben. Utassal motorozni fantasztikus dolog, de egyáltalán nem olyan egyszerű jól csinálni, mint ami ennek elsőre tűnik, pláne ha még nem próbáltad. Most elárulok neked egy-két apró trükköt, hogy valóban közös élmény legyen az együtt motorozás, ne vedd el tőle az utasod kedvét. Először is szükség lesz valakire, aki elég bátor ahhoz, hogy fölüljön mögéd. Jó esetben ellenkező nemű az illető, mert a motoron intim közelségbe fogtok kerülni egymással. Jelen esetben Krisztina lesz az utasom. Kezdjük a felszállással. Először üljél föl a motorra, és mindkét lábaddal stabilan tartsd meg magad, és két kézzel fogd meg a kormányt. Az utasod ne csináljon semmit, amíg nem adsz neki jelt. Jöhetsz. Bal lábát tegye föl a lábtartóra, fogja meg a vállad, és egy határozott mozdulat sorral üljön föl. Leszállásnál ugyanilyen alapossággal járjatok el. Megállás után az utas ne pattanjon le egyből a motorról, hanem várjon az utasításodra. Beszéljünk egy kicsit a kapaszkodásról. Hátul kapaszkodni nem túl előnyös, mert egy erős gyorsításnál könnyen hátra billenhet az utas. Sokkal jobb, ha szorosan átöleli a vezetőt, így meg tudja magát tartani gyorsításnál, erős fékezésnél meg ki tudja magát támasztani a tankon, és nem nehezedik teljes súlyával a vezetőre. Ha van hátul kapaszkodó, akkor egyik kezével elől, másikkal hátul kapaszkodva, mind lassításnál, mind gyorsításnál ki tudja magát támasztani. Kanyarodásnál az utasnak együtt kell dőlnie a vezetővel, ezt jobb, ha előre tisztázzátok. Üljön közel hozzád, hogy a súlypontotok szinte egyé váljon. Szorosan öleljen át, így fogod érezni, hogyha a teste tiltakozik a mélyebb döntés ellen. Sokkal könnyebb is lesz belőni a kanyarsebességet. A fejét egyik irányba tegye ki, lehetőleg a kanyar belső íve felé, így nem fog összeakadni a bukótok. Fontos, hogy az utas számára kiszámítható legyen, hogy mit fogsz csinálni. Kerüld a hirtelen gázadásokat, a hatalmas fékezéseket, a hirtelen ötlettől jött előzéseket. Fölfele váltásnál egy pillanatra tartsd ki a fordulatot, és finoman csúsztasd a kuplungot. Visszaváltásnál adjál gázfröccsöt, így elkerülheted a hirtelen terhelésváltásokat. Csodálatos dolog megosztani valakivel a motorozás élményét, de egyben hatalmas felelősség is. Az utas nem tehet semmit a saját biztonsága érdekében, nem ő irányít, nem ő hoz döntéseket. A legfontosabb, hogy ne próbáld megmutatni az utasodnak, mennyire keményen szoktál motorozni egyedül. Ha ijedős, egy életre elveheted a kedvét a motorozástól. Ne feledd, az utasok a megbízható motorosokat szeretik, aki mögött biztonságban érzik magukat.